Szószátyár. Közéleti zenés magazin műsor közel egy órában. Köszöntöm a Szószátyár hallgatóit, mai vendégünk Bradány Iván, az élő zenei legenda. Jó magam, Szűcs Balázs vagyok. Hát igen, örülök, hogy itt lehetek, mert mi már olyan régóta ismerjük egymást, hogy szinte nem tudjuk egymást kikerülni, mert már annyiszor dolgoztunk együtt, és annyi mindent csináltunk, hogy szinte annyi mindent produkáltunk a producer. Hogy már várhatott magára ez a rádióműsor. Hát Iván, egy picikét nehéz veled beszélgetni, mondjuk úgy, mert egy nagyon komoly életműved van, nagyon komoly életpálya áll mögötted, hiszen hány dalnak is vagy te szövegírója? Több mint 10 000-et írtam, abból vannak a rádióban több mint 2000 felvételem lett fölvéve, lemezeken meg különböző, ti is kiadtatok Kovács Erzsi lemezt, azon is hadd, szóval rengeteg dalt írtam, azon kívül verseket, ezen kívül még filmeket fordítok, Disney stúdióban más évtizeden át, írtam 30 könyvem jelent meg, abból 2 most készül új nyomásba, meg hát minden, mindig dolgozom. Nekem a munka az egyetlen örömöm, és tulajdonképpen ennek ellenére, amikor valaki kérte, hogy mondjam el az életrajzomat, mondom, olyan hosszú az életrajz elmondás, hogy inkább pár szóra redukálom, és ez így szól, ez a pár mond, hogy egy ember él bennem, és haragszik rám. És ez tart életbe, hogy mindig van valami, amit önmagamból felszínre tudok még hozni, és azt hiszem, hogy életem 85. esztendejében érzem, hogy ez is egy jó év volt, meg még jó év is lesz, mert hiszen még hátra van belőle több mint 4 hónap, és nagyon jól érzem magam a bőrömbe, és mindig van mit csinálni, öröm felébredni reggel, és újra nekiesni egy feladatnak. Te az a 85 éves vagy, aki egy perc se tűnik többnek 60-nál, nem? Igen, hát igen. Ez az aktív ez életnek köszönhető. Lehetséges, hogy ezt annak köszönhetem, hogy a katolikus rádióban mondtam a püspök úrnak, aki a fővédnökünk, Székesfehérvári megyés püspök úr, mondom, nem beszélt maga Szent Péterrel, hogy Bradány Iván nem szabad betegnek tenni, mert itt dolgozik a katolikus rádióban? Aztán mosolygott, azt mondja, de valamit említettem, úgy emlékszem, rámagytam. Megvan a védőszentet biztosan. Repüljünk egy kicsikét vissza az időbe. Visszamúltba. Hogy is indult ez a hihetetlen lélegzetelállító karrier? Úgy indult, hogy 14 éves koromban szüleim elvittek az innen nem messze fekvő Vígszínházból a Fekete Péter című dalt. Zenés játékot adták Kismanyival a főszerepből, meg azt hiszem, már őre emlékszem a legjobban. Ebben voltak olyan dalok, hogy Holdvilágos éjszaká, meg a címadódal. Mikor kifele jöttünk a színházból, villamoson hazafelé, mondtam anyámnak, ha nagy leszek, én is ilyen dalokat fogok írni. Anyám föl volt háborodva, azt mondta, a múlt héten még miniszterelnök akartál lenni. Milyen jó, hogy nem azt választottam. Igen, az ő pályájuk egyrészt ugye, rövidebb, másrészt sokkal buktatósabb. Rövidebb a mai Magyarországon, akárki a miniszterelnök, fél ország utálja, fél ország imádja, nem? Szóval nincs az az egy. Engem, mint a szövegíró, na most mindenki szeret. Az én helyzetem az, hogy azt mondtad, hogy én egy legenda vagyok. Az. Én meg azt tapasztalom, hogyha összejövök egy helyen, ahol van 30-40 ember, és valaki bemutat engem egy idősebb hölgynek, összecsapják, ez jaj, Bradány Iván, azt mondja, imád, maga a híres zene szerző? Mondom, nem, én szövegíró vagyok. Ja, igen, igen, imádom a maga dalait, mondom. És mik a kedvencei? Meg tudna egy párat nevedni? Mindig ugyanazt a választ kapom. Ja, így hirtelen nem jut eszembe semmi. Akkor mit imád? A gondolatom. Nem, én azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy azért igen, Máté Péter, igen, Cserháti, igen, Zalatnai, Kordáék, tehát mind a te szerzeményeidet, szövegeidet énekelik. Főleg az Ára Ivámosi, meg Ára a Kordáék, akiknek több mint 150 dalt írtam külön. Szerintem ezt föl se tudnánk sorolni igazából, hogy hány-hány ismert embernek, színésznek, hát énekesnek. Hát rengetegnek. Tulajdonképpen úgy indult az egész karrierem, hogy elkezdtem ezeket a dalszövegeket írni, és először a Hollósi Ronához mentem föl. Sétahajó lágyaringadó. Ez volt az első nagy slágerem? Ez volt az első slágerem, igen. De én 47-ben már lefordítottam az Erich Piotnak a Labian Rost, és azt lobogtatva a kezembe mentem, és 48-ban már az Ilonát megkörnyékeztem, akkor Lónyai utcában lakott még. Aztán mondta, jó, hogy ott hagytam pár versszöveget, azt mondja, jöjjön vissza a jövő, én mondom, jöhetek már 7 perc, ja, jöjjön. Becsöngetek, dél volt, beengedett. Nem a lakásába, csak az előszobába, de az is már, a küszöböt átléptem. Azt mondja, drága fiatal ember,
annyi szakma van a világon, miért pont ezt választja? Hát, nagyon le voltam forrázva, visszafordultam a küszöbről, mielőtt kimentem volna rá, és azt mondja, van még valami? Kérdezte Ilona Pikirten. Mondom, igen, mondom, maga lesz az első, aki a dalaimat fogja énekelni. Aztán valahogy így is lett, mert csináltam Rózsaszín Motthintenék, aztán a Sétahajóval nagy sikere lett, és még egy jó ét holnap este újra vágyok rá. Aztán én nagyon szenvedélyes bridge játékos vagyok, és amikor kezdtem ezt a pályát, akkor bementem a Pészek klubba. Bágya András már ismertem a rádióból, és intett nekem, hogy menjek oda. Azt mondja, tudsz bridzselni? Mondom, igen. Azt mondja, ülj be negyediknek, már 20 perce várunk valaki, aki már nem fog jönni. Utána bemutatott a barátainak, és én csak néztem, hogy kik állnak fel nekem. Vényes Szabolcs és Lományi József egyszerre. Két ilyen zsenit megismertem, és életük végéig jó barátságban maradtam velük, mert olyan vagyok én, hogyha egyszer valakit megszeretek, akkor nagyon nehezen lehet engem kiábrándítani belőlük, mert mindig adok egy engedményt. Bármit csinálnak, az az én szememben nem lehet teljesen rossz, mert a kezdeti rokonszem különben nem létezhetett volna. Ha azt mondom, hogy ez egy gonosz rossz ember, akkor magamat is elítélem, hogy akkor mit szerettem rajta, nem? Biztos, szóval, hogy így van. Szóval így indult akkor a Fészekbe a magyarországi karrier. Meg minden a magyarországi karrier. Utána volt egy olyan lehetőségem, hogy akkoriban nagy Hakni világ volt. És a Hakniban színészek szerepeltek, mert a Tolnai Klári meg a Mezei Mária, azok ugye nem csak a fizetésükből éltek a színháznál, hanem fölléptek ilyen esztrád műsorokba, és ugye én meg mindig ott voltam, és az öltözőbe ültek, és nagyon jó viszonyba keveredtem velük. Mikor 56-ban úgy döntöttem, hogy világot akarok látni és ismerni, akkor elmentem külföldre, és miután a szüleim a Osztrák-Magyar Monarchiába születtek, apám 1892-ben harcolt az első világháborúba, tehát ez azt jelenti, hogy mi nálunk németül beszéltünk. Én 6 éves koromban kénytelen voltam magyarul megtanulni, mert ugye itt éltünk Magyarországon, és magyar iskolába kellett menni. De villám gyorsan tanul egy 6 éves gyerek, úgyhogy én úgy megtanultam magyarul beszélni, hogy mintha ez lenne az anyanyelvem, és azzá is vált. Hát, hogyha ilyen szövegeket írtál, ez teljesen egyértelmű. De amikor kimentem Bécsbe, akkor ugye, miután tudtam beszélni jól németül, akkor fölkerestem az ottani penklubot, és ott az igazgatónő, egy bizonyos Erika Hanel, kérdezte tőlem, hogy nem lenne kedve itt maradni nekünk segíteni. Mondom, és mit tudok segíteni? Azt mondja, hát jönnek ide magyarok állandóan segítkérni, nem tudjuk, hogy mit csinálnak. Azt mondja, magával beszélnek, és megkérdő, hogy jogosultak egyáltalán. Jó, mondtam, elvállal. Adtak ebédjegyet, fizették a szállodai szobámat, mondom, miért ne csináljam. Utána bejött egy körülbelül velem egyidős nő, bakancsal a lábán, egy igazi tramplinak kinéző nő, azt mondja, ilyen kásás hangon, hogy itt adnak valami segélyt a magyaroknak, mondom, és mondom, milyen alapon, mit csinált maga otthon, mielőtt kijött Bécsbe, azt mondja, villamos kalauzónő voltam, mondom, igen, van a villamos kalauzónő, és akkor mire alapítja, hogy ide segéd kér? Azt mondja, Babics Ildikó vagyok, a Babics Mihály költő lánya. Hát mondom, jó, mindjárt bevittem a nőt, még ösztöndíjat is kaptunk a Pen Club révén, és én Londont választottam, és az Ildikó rám hallgatva azt mondja, jó, akkor megyünk ki Londonba együtt. A bécsi Pen Club megcsinálta azt, hogy írt a londoni penklubnak, hogy 2 magyar érkezik, ösztöndíjasok lesznek Angliába, és küldjenek ki valakit a Victoria állomásra. Ez a valaki nem volt más, mint Faludi György, a híres költő, akkor még fiatalon, bohénkere, akkor lehetett a 40-es éveibe, szóval olyan simán indult a karrierem, mintha örökké külföldön éltem volna. Külföldön is éltél néhány évig ezután. Hát 16 évig. Hosszú idő. És egyszer csak hazajöttél. Mi volt az, ami hát, hazahívott? Hát azért hazafelé, hogy én úgy éreztem magam külföldön, hogy igen, értékes ember vagyok mindenképpen. De sikeres voltál külföldön is? Hát külföldön dolgoztam egy légitársaságnál Angliában, utána angol nyelvtanárként egy főiskolán 7 évet Barcelonába húztam le, és hát nem volt. Hány percünk van még a beszédre, vagy nem sok? Szólni fogok. Folytatjuk majd a következőben. Kell. Hát attól függ, mik van én. Jó, tehát akkor most itt megállunk egy picit Angliába, kicsit zenélünk tőled,
nyilván te szerzeményeidet. Korda György Balázs Klaritól Viva la Mamma. Igen. Illetve Bodrogi Gyulától hallgatok. Balázs Klári nem énekel a Viva la Mamma-ban, nem. Na hát akkor ezt rosszul tudtam. De az külön előny, az egy plusz talán, nem? Korda Györgytől halljuk. Igen, igen. Illetve Bodrogi Gyulától hallunk egy egyveleget szintén az összerzeményeikből. Éjjel a mama, nélküle olyan üres lenne a világ. A szívem mosolyog, ha hallom a szavát. Tudom, hogy úgy szeretem. Éjjel a mama, ha nincs is szüli napja, éjjel a mama. Legalább 120 évig éjjel a mama. Micsoda nagyszerű nő. Angyalok küldékelők, hozzám így senki más nem vigyáz. Én rám oly lágyan cseng a hangja, mikor rólam beszél. Úgy szeretem őt. Éljen a mama, este a tévéhez ő nézi a krimit. Ha későn jövök haza, megszíd egy kicsit, de apa még szeret őt. Éljen a mama, vasárnap miatta van együtt a család. Mindenki szereti és óvja a mamát, micsoda nagyszerű nő. Angyalok küldjék előtt, hozzám így senki más nem vigyáz. Nagyon cseng a hangja, mikor rólam beszél, úgy szeretem őt. Kikop, a léte ha koppan, kikop, a szívem is dobban. Kikop, a szobába poppan, csókol, s nevet rám. Nélküle olyan üres lenne a világ. A szívem mosolyog, ha hallom a szavát. Tudom, hogy úgy szerető. Éljen a mama, ha nincs is szüli napja. Éljen a mama, legalább 120 évig. Éljen a mama, micsoda nagyszerű nő. Micsoda nagyszerű nő. Micsoda nagyszerű nő. Micsoda nagyszerű nő. Az Orfeumt anyám, ott békén hagy hazám, ott éltem vígan élem, mert átkarolt tündérem. Lolo, dodo, zsuzsú, klokló, margó, frufru, s a haza szeretetnél szerelmük többet ér. Asszonykám, adj egy kis kimenőt, hogy züljek ma úgy, mint azelőtt. Az egyik kocsmából, a másik kocsmába, törzs kávéházomból, zenés kávéházba. Asszonykám, adj egy kis kimenőt, hogy züljek ma úgy, mint az előtt. Megjövök éjfélre, háromra vagy négyre, vagy holnap délre, mint az előtt. Yes, sir, ez a bébim, yes, sir, ez a médim, yes, sir, hív a csapabám. Frizurája, rózsás, pofikája, túltesz, óbíz a mamán. Mai lány, a babán, semmi pénzért én nem adnám. Yes, sir, ez a bébim, yes, sir, ez a médim, yes, sir, ez a bébim. Yes, sir, ez a bébim, yes, sir, ez a médim, yes, sir, most két bébi vár.
Egy 67-es öreg úr, az nem vén még, mert érzi még a régi csókok emlékét. Sőt, néha még túl tesz egy 48-ason, vagy így tesz, vagy úgy tesz, de mindent jól tesz, mondhatom. Egy 67-es öreg úr csak rád néz, és azonnal kész a csóki egyezés. S a folytatást is tudja jól a csókon túl egy 67-es Schneidig öreg úr. Tukszúr, mi csinál maga rossz, hisz az éjszaka hosszú mély. Jaj, stukszúr, maga túl dekadens, belereszket a belső rész. Ahogy ön lép, csuda szép, csuda jó, figyel is rá, az egész mulató. Ahogy ön dúr, ahogy ön fúr, maga túl dekadens, stukszúr. Hosszú az éjszaka, ne menjen még haza, maradjon egy kicsikét. Van egy kis panlagon, ne hagyjuk parlagon, üljön rá egy picikét. Adja át azt a csöpp kis kezét, hajtsa a vállára buksi fejét. Hosszú az éjszaka, ne menjen még haza, maradjon egy kicsikét. Már nem csuda, hogy tudja Pejbuda, egy csuda bárcsupa, gyönyörűség. Sem nőcsuka, sem pedig kancsuka, nem él úgy vízbe ma, mint itt a név. Itt báj a jazz, s nem fáj a besz, itt eszve lesz, és iszva lesz. Hát nem csuda, hogy tudja Pejbuda, a csuda bárcsupa, gyönyörűség. Zenélés után visszatértünk. Igen. Itt vagyunk a Szószátyárban, mai vendégünk Bradány Iván, szövegíró, szerző, igen, költő, író, hát nem is tudom, minek apostrofáljanak. Tulajdonképpen műfordító is vagyok, meg szinkron szövegeket fordítottam a Master Studio-nak, a Disney filmekből, kb. 300 filmnek a szinkron, magyar szinkronját én csináltam, már azokat a filmeket, ami zenés. A tévében volt ez a zenélő filmkockák sorozat, azt is én fordítottam magyarra. Szóval hány nyelvet beszélsz egyébként, Iván? Hát tulajdonképpen a német után nagyon könnyű volt az angolt megtanulni, érettségiztem jelesre franciából, 2 évig jártam egyetemre Aix-en-Provence-ba, ami egy nagyon szép város Marseille mellett. Ott láttam Edith Piafot élőbe koncertet adni. De Edith Piaf egyébként nálad egy visszatérő történet az életed során. Hát mert a La Vie en Rose-t ugye lefordította magyarra, az volt a névjegyem, utána pedig jöttek ezek, és még egy dolog volt, hogy Franciaországban akkor olyan jó volt az élet, de az 50-es években minden olyan könnyű, egyszerű volt, és a pénz olyan sokat ért valahogy. Hát például Angliában 240 penniből állt egy bank. Még egy fél penniért is lehetett valamit kapni az üzletbe. Tehát olyan sok volt az a pénz, hogy mit tudom én, 4 angol fontért át tudtam repülni egy hétvégén oda-vissza Londonból Párizsba és visszajön. Ha minden olyan olcsó volt, pillérekbe került szinte, és mindenre jutott pénz, meg idő. Aztán volt egy ilyen barcelonai kitörő, ja, is. Hát a barcelonai életedbe. Kitörés az azért volt, mert tulajdonképpen én elég sokáig voltam kint külföldön, és én 55-ben kaptam meg az angol útlevelemet és az angol állampolgárságot. Akkor hazamerészkedtem, és nagyon jól éreztem magam itthon. Fölkerestem a régi munkatársaimat, Budai Dénest, meg a Pényes Szabolcsot, Romhányit, meg ezeket, mind Hajdú Jucit. Az 50-es években azért nem néztek itt csúnyárát? 50-es években nem néztek itt csúnyárát, hát mind aki nyugatról érkezett? Amikor én hazajöttem, az már a 65 volt. 55-öt mondtam? Akkor 65, bocsánat. 65, hát 56-ban mentem ki, igen. És akkor utána beadtam a kérelmemet, hogy haza akarok jönni,
És nem tudom, lehet, hogy rosszul fogalmaztam a kérésemet, mert lehet, hogy a 60-as években még ez nagyon furcsán hangzott, hogy valaki olyat ír, hogy nem akarok a magyar állam terhére lenni, dalszövegíróként szeretném újraépíteni a karrieremet, és a jogdíjaimból szeretnék megélni. Hát ez biztos nem volt szimpatikus azoknak az embereknek, akik azt mondták, hogy hát Baradányival nincs szükségünk egy ilyen emberre, aki azzal kezdi, hogy nem akar dolgozni, és nem akar terhére lenni az államnak, úgyhogy elutasították a kérelmemet. Tehát hát ez roppant lehalkoló volt. Akkor én egy repülőtársaságnál tolmácsként dolgoztam, és az utolsó szabadjegyemmel éppen Ausztráliából jöttem haza, meg a Fidzsi-szigetekről, azzal a gondolattal, hogy csomagolok és jövök haza Budapestre. Itt várt a nemleges elutasító válasz. Az viszont nem volt megtiltva, hogy hazajöjjek, úgyhogy én 66-ban hazajöttem szétnézni, hogy miért is nem engednek haza. Akkor voltak a fesztiválok. Ott ültem a Gyulai Gál, a Bágya, a Majlát Júlia mellett, és mondta, jaj, mondom, ha én nem megyek ki 56-ba, most nekem tapsolnának, és minden az én ölembe hullana. És akkor Magyarok Világszövetségéhez fölmentem, és ott azt mondták, hogy próbálja meg újra, de pár év eltelt már, és minden évben hazajöttem látogatóba, és egyre jobban jöttem, hogy mondom, hogy kint akármilyen szépen keresek, jól élek, nem mind dalszövegíró dolgozom, és itt milyen könnyű lenne ezt neked megcsinálni. És akkor azt mondta a Magyarok Világszövetségében egy hölgy, hogy hát azt mondja, kellenének szponzorok. És azt mondja, hogyha szerez embereket, akkor kísérelje meg újra, most már más a helyzet, ez volt 72-ben. És amikor visszamentem, hát én Barcelonában laktam, de a követség csak Madridban volt, elmentem Madridba, és leadtam a szponzoraim nevét. Hát egy olyan listát adtam oda, hogy csak csodálkoztak, mert benne volt Vényes Szabolcs, Bágya András, Romhányi József, Zárai Márta, Vámosi János. Kérdezték, hogy ismeri ezeket személyesen, mint mondom. Hát dolgoztam velük sokat, és mondom, nagyon régi barátok. Jóban voltál az akkori zenei elit. Akkor igen, és akkor hazaengedtek hirtelen. Ami a legfurcsább volt, az volt, hogy azt mondta mindenki, hogy jó, Élin Kovács Kati valakinek megírtam az egy Nyáron át című dalt, ő kérte, hogy velem írja, mert nem is ismertük egymást. Mondom, hogy jutott eszedbe, hogy én nekem mindig Bándor Kálmán írt külföldi szövegeket, meg a magyar számokat. Azt mondja, kíváncsi voltam arra a hülyére, aki ennyi év után hazajött. De olyan őszinte mosollyal mondta, hogy egyáltalán nem volt bántó, és elrögtem magam én, és a mai napig jó barátságban vagyunk. Aztán az volt a legfurcsább, hogy behívtak a rádióba és a televízióba is. És azt hittem, hogy akkor egy angol útlevéllel hazajövő magyarra nem ez a sors várt, hanem de nem is ez a jellemző szerintem, tehát ez azért egy egyedi példa. Na jó, vagy. De honnan tudták azt, hogy én egyedi példa? Akik megengedték, nem? Úgy kerültem be a rádióba, hogy az Árai meg a Vámosi elhíresztelték, hogy hazajöttem, és én valamikor híres voltam, behívtak. Ott a Bol Balajossal nagyon jó barátságba keveredtem meg a vezetőséggel. A tévé az sokkal komplikáltabb volt, mert a Hajdú Júci, akiből a Sétahajót írtam meg még egy csomó más dalt, mondta neki, mondom, nem emlékszik már senki a nevemre. Azt mondja, ne azt mondd, hogy Bradányival, mondd azt, hogy Sétahajó, ezt a dalt nem felejtették el, mondta neki, de most a televízió a fontos, nem a rádió. Azt mondja, bevizlek a televízióba, be is vitt másnap, és ott hagyott egy ilyen kis bumfordi, kicsit duci hölgyikével, szemüveges nővel, hogyha beszélgessetek, én 20 perc múlva dolgom van, visszajövök érted. Ő kérdezte, hogy azt mondja, milyen volt Angliában, mikor jöttem, mondom, nem, mondom, Spanyolországban. Azt mondja, mi volt a legnagyobb sláger Spanyolországban? Hát mondom, mikor eljöttem a Viva España. Azt mondja, írtál magyar szöveget? Mondom, nem, mondom. Miért kellene? Azt mondja, hát tegnapra kellett volna, de ha ma megírja, vagy holnap reggel, akkor leadom a nevét, hogy beengedjék a Hajdú Júci nélkül is. És akkor megírtam, beengedtem, és akkor mondja a nő, jó, ezt egy műsorba elhelyezem, még nem tudom ki énekli, azt mondja, mit szólna Szécsi Pálhoz? Hát én nem tudtam ki a Szécsi Pál akkor még, mert annyira friss voltam, no jó, hát én örülök neki. És akkor így indult. És akkor megyünk el, mondom, hogy olyan kedves ez a nő, kicsoda ez, azt mondja, úgy hívják, hogy Buzáné Fábri Éva. Hát mondom, hát nekem ez mind új volt, de egy ekkora név és egy ilyen, és akkor rengeteg műsor megbízást kaptam a tévétől, a rádióba pedig annyira megszerették azokat az összekötő szövegeket, amit műsorokhoz írtam, és írok a mai napig is, ezeket, hogy kreáltak egy olyan állást, hogy műsorértékelő voltam. Ez a pozícióm tartott ott,
a rendszerváltásig. A rendszerváltás után erre nem volt szükség, hogy valaki műsort értékeljen, mert mindent fel lehet. Meg a rendszerváltás után azért minden megváltozott. Minden megváltozott. Nekem is ez megváltozott. De nem szabadultak meg tőlem azonnal, hanem még akkor mindig dolgozhattam, volt műsorom. Ezt, amit most csinálok a Katolikus Rádióban, ez a Kincstári Rádióban 22 éven átment a Csiba Lajos égisze alatt. Most a Katolikus Rádióban azzal a különbség, hogy nem havonta egyszer, hanem hetente egyszer megy, és ez most már 7 éve tart, és most ott is nagyon boldog vagyok. A Déli Báb utca Déli Bábos világában. Térjünk még vissza egy picit a rendszerváltás előtti időkre. Nyilván sikerült visszatérned, teljesen megbecsült lettél. Én amennyire hallom, és ezt nem tőled hallom, hanem előadóktól, téged azért akkor nagyon a tenyeré hordozott a szakma, tehát egy bradányi számot elénekelni, az viszonylag biztos siker volt. Igen. A rádióban volt egy olyan mondás, hogy még a csapból is bradányi csöpög. Ez sokáig csöpögött, most már régóta nem csöpög, de bár csöpögne még mindig, de nem paraszkodhatom, mert vannak más csapok is, és azok még mindig csordogálnak. Ki volt az az előadó, akinek a legszívesebben írta? Tehát hát ki volt a személyes kedvenc, vagy ki ma a személyes kedvenc? Én nagyon ügyesen oldottam meg a problémát, amikor beadtam külföldi világslágereket, akkor a Bolba Lajos volt a robotvezető, kérdezte, hogy milyen énekesre gondoltál. Én tudtam, hogy van a Konzsuzsa, van az Alatnai, van a Kovács Kati, mondom, ezeknek megvan egy stábjuk, ezek nem is ismernek engem, mondom, Zárai Vámosi. Zárai Vámosi pont akkor egy hullámbölgybe kerültek, mert volt a beat korszak miatt kicsit háttérbe szorultak, és akkor nagyon fölkaroltak el, hát ők voltak a szponzoraim is, ugye, és akkor olyan aranyosak voltak, hogy minden nap meghívtak magukhoz, ott ebédeltem, és jöttek a gondolatok, és minden világsláger mutattam, csináltunk olyan lemez, mint az Ének az esőben, ahol csupa világsláger általam fordítva, és akkor jött utána jött a Korda, ez már 75-ben, tehát nem olyan sokkal utána, 75-ben a Korda azt mondta, hogy hát fordítsam le neki a Paloma Blancát. Mondom, ha már Paloma Blanc, akkor megcsináltam az La Porte del Sole, vagy a Napkapujában, és mind a kettőt elénekelte, és attól kezdve jöttek azok, hogy jó, hát volt egy csomó ember, akinek ez nem tetszett, hogy hirtelen engem annyira... Igen, nagyon magas a jegyzetszerző. Mert azok háttérbe szorultak. De én mindig azt hangoztattam, amikor azt mondták, hogy ez meg az, háttérbe szorítottam én, mondom neki, a Szenes Iván, a Gédénes György, azok nem panaszkodtak sosem, mert azok megmaradtak. És ezek furcsa módon elismertek engem, még a Rákosi János volt, de ő már akkor idős volt, és ezek hagytak érvényesülni, a maguk módján elismerték, hogy én vagyok az utódjuk, de ez persze nem tántorította el őket akkor, hogy ha az ő levesükbe beleköptem, hogy ezt a szót használjam, azt már nem hagyták. Azért volt, én azt gondolom, egy egészséges konkurenciaharc akkor volt, is. Hát a konkurencia az inkább a mi szempontunkból versengés volt, és én nagyon szorgalmas voltam, és rendelkeztem azzal a hallatlan előnnyel, hogy beszéltem a nyelveket. Tehát én hallottam egy külföldi számot, mindjárt ráéreztem. És már fejben meg volt a fordítás. Voltak. De utána volt egy olyan nagy értékem, hogy amikor hazajöttem a fesztiválon, akkor énekelt a Cserháti Zsuzsa a Nem volt ő festő című dalt, amivel kapott egy szakmai elismerést, és én azt mondtam magamba, egy ilyen énekesnő kell nekem is. Utána összeszittem magamat ezért a gondolat, és azt mondtam, miért mondom azt, hogy egy ilyen, mondom, ez az énekesnő kell nekem. A rádióban megkaptam a címét, felhívtam ismeretlenül, ő is kezdő énekes volt, és nagyon jó barátságban lettünk. A rövid karrierje során írtam neki 74 dal, de ha csak egyet írtam volna az édes kisfiamat, ami ő neki az életének a csúcsa lett, és nekem is az egyik kedvenc dalom, pedig ezt a dalt olyan sokan elénekelték már mások is, a Kovács Katitól kezdve mindenki harangozó teri, lemezen is megjelent egy csomó emberrel, de úgy, ahogy a Cserháti senki nem énekelte, és úgy volt az egész, úgy született, hogy a kórházba szülte a Krisztián nevű kisfiát, és én bevittem egy csokor virágot, rózsát, és betettem ezt a szöveget. Mondtam, Zsuzsika, olvasd el ezt a szöveget, ha tetszik, a tied. Elolvasta, és elkezdett sírni, pedig a zenét még nem is hallotta. Na most ez is egy
tulajdonképpen a politika szülte ezt a dalt. Ez egy olasz filmzenéből való, az volt a cím, hogy Soleado. A németek megcsinálták szöveges számnak, Trénelügen nicht, a könnyek nem hazudnak, semmi köze nincs a gyerekhez, meg minden, és Amerikában Johnny Mathis karácsonyi dalt csinált, a kis Jézuska megszületéséről szólt. Jaj, mondom, én már akkor lefordítottam a Vámosinak. Téged megfogott a dallam, gondolom. A fehér karácsonyt már lefordítottam. Az ment körülbelül egyszer egy évbe karácsonykor. De lehet, hogy a Bing Crosbyval inkább, mint a Vámosival. Tehát nem volt benne üzlet, mondom neki. Maradjunk ennél a születésnél, de miért a Jézuska szülessen meg? Szülessen meg egy kisfiú, aki minden nap születnek ezrével, nem? És annak az anyának a gondolatait, és akkor volt terhes a cserhát, és mondta, majd a Zsuzsa elénekli, mikor megszületik a gyerek, akkor már tudta, hogy fia fog születni. És így született a dal, és a barátság a cserhátival. És lett óriási siker. Hát igen, akkoriban a cserhátiról voltam egy mondást, hogy a furcsa módon a cserhátit a rádióban nagyon szerették, de a média nem fogadta el. Hanglemezgyár, az egyetlen hanglemezgyárral nem volt jó kapcsolata, és a rádióban nagyon szerették, és akkor koholtam ezt a mondatot, hogy a rádióban három ember állt mögötte, ami a klasszikus zenében Bach, Beethoven és Brahms, az a Cserháti Zsuzsa nagy három B betűje, Bágya, Bolba, Bradályi, és így is volt. Innen folytatjuk, Iván bácsi, kicsit elmegyünk zenélni. Jó. Mondtad, hogy vége, azt hittem, tréfáltál csupán. Még együtt mentünk ki a rétre, és miénk volt a délután. Amikor elhagytak az álmok, még mindig reménykedtem én. De most az ablakomnál állok, s köröttem elfogyott a fény. Odakint búcsúzik a nyár, rőt levélre meg a fál. Sietve búcsúzik a nyár, forszítál lépte nyomán. Szeptember söpör már a tereken, sírnak az őszi kertek. Közöttük szalad még a szerelem, kifakult álmot kerget. Én őrzem egyedül csak én emlékét még a régi nyárnak. Nézem a vihar tépte fákat, szemembe könnyek csal a szél. És közben búcsúzik a nyár, rőt levél, remeg a fák. Magamtól kérdezem csak már, mi jöhet ezután? Emlékét még a régi nyárnak,
nézem a vihar tépte fákat, szemembe könnyed csal a szél, és közben búcsúzik a nyár, őt levél, remeg a fák. Magamtól kérdezem csak már, mi jöhet ezután. Még fontos volt, ma tártalan, józanul vigasztalan önmagam. Sírni már céltalan. Vége lett, de azért reggel épp úgy ébredett, nem vették tőlem el a képeget. Fogok én nevetni is még, hisz voltak épp, nem történt semmi. Csupán egy jó barát lett furcsa idegen, egy könnyel több ragyog a fáradt szememen. Valaki rosszat tett velem, igazán nem történt semmi. Csupán egy felhő suhant át a szívemen, csupán egy jó barát lett furcsa idegen, s ez kissé szokatlan nekem. Azért reggel épp úgy ébredek, nem vették tőlem el a képeket, és nem dőlt össze a világ, megyek tovább, nem történt semmi. Csupán egy jó barát lett furcsa idegen, egy könnyel több ragyog a fáradt szemem. Valaki rosszat tett velem, igazán nem történt semmi. Csupán egy felhő suhant át a szívemen, csupán egy jó barát lett furcsa idegen, pedig azt hittem is velem, Istenem, pedig azt hittem is. Köszöntöm a hallgatókat így a zenebona után ismét. Az Apostol Együttest és Tolnai Klárit hallottuk énekelni. Vendégünk Bradány Iván, jó magam Szűcs Balázs vagyok. Cserháti Zsuzsánnál és az édes kisfiamnál fejeztük Na, be. Na, akkor folytassuk a Tolnai Kláriból. Most volt az idén, 100 éves a születésnapja, hogy ismertem meg a Tolnai Klárit. Ez egy nagyon különleges történet volt. Nagyon felszínesen voltunk barátságban, ugye mondtam, hogy a Haknik világában színészek is fölléptek, Mezei Mária, Tolnai Klári, nagyon keresett előadók voltak. Megismertem Klárikát, mindig köszöntünk egymásnak, mikor visszajöttem a rádióba, újra felelevenítettük a kapcsolatunkat, és ültünk a pagodába, kávét, néha mondom, inkább a Tolnai mellé ülök, mint a Rutkai mellé, beszélgettünk, minden. Egyszer csak fölhív a Tolnai Klári a lakásomon, azt mondja, képzeld, azt mondja, lemezt akar velem a Hungároton kihozni, és azt mondja, fogalmam sincs, hogy mit kell ilyenkor csinálni, azt mondja, nem tudsz segíteni nekem. Összeültünk, azt mondja, valami kéne egy dalról, mondom, mi? Azt mondja,
Hát mondom, jó, akkor írtam az életéről a címadódat, hogy hát ajándék volt minden perc és óra. Akkor csináltam még dalokat neki, Bágyával is, Tamás Üzenkóval, és akkor jött a Klári megint, azt mondja, nem énekeltem még soha a Mensáros Lacival együtt, azt mondja, nem tudnál valami dalt írni nekünk? Mondom, milyen dalt? Azt mondja, ne legyen szerelemről szó benne, öregek vagyunk már, azt mondja, valami olyat szeretnék, ami az együttlét örömét sugározza. Akkor megírtam nekik, ha miért nem csináljuk egy gyakrabban című dalt, ami szinte a közös himnuszuk lett, mert hiszen más nem is volt. És amikor odaadtam a Klárinak, azt mondja, hogy font ilyet akartam, azt mondja, honnan tudtad? Mondom, Klárika, mondom, 40 éve ismerjük egymást, mondom, minden gondolatodat ismerem. Olyan aranyos volt, mikor voltak a Vigadóban a szerzői estjeim, még az Oltai Guszti égisze alatt, akkor olyan sikerük volt, hogy 22-szer ismételték meg az estet 5 év alatt, és voltak mások, tehát Lári mindig eljött a Mensárossal, és ők voltak az árvószám mindig, és fölírtam a Klárit, hogy megint lesz. Mikor meghalt a Mensáros Laci, akkor a Klári, ugye biztos nagyon maga alatt volt, este fölhívom, mondom, Klárika, szeretnék részétet nyilvánítani a Laci elvesztése miatt. Olyan néma csend volt, mondom, Klárika, vonalba, hogy igen, mondja, ahol gondolkodom, mondom, mi azt mondja, rajtad kívül senkinek nem jutott eszébe, hogy engem fölhívjon. És aztán, amikor, de amíg élt a Tolnai egy olyan szerény volt, mikor valamit kapott, megköszönte. Hihetetlen nagy művész volt ő is. Amikor megjelent a könyve, amit róla írtak, kaptam tőle ajándékba, ráírta, köszönettel a szép dalszövegé, mai napig megvan. Ez is egy erekje ma már. Mennyire ugye? Fontos egyébként számodra, hogy személyesen ismert barátságba, kapcsolatba légy az előadóval, akinek a dalszöveget hát írott. Tehát az azért inspirál az meg. Rengeteget számít, mert hogyha nem szeretem az előadót, mert van ilyen is, ugye, hogyha nem szeretem, számodra. Akkor nem is szívesen dolgozom vele, de ezek a színészek, ezek olyan pluszt tudnak nyújtani, még olyan rutintalan lemezénekesnő, mint a Ronyesz Mari, akinek csináltam egy dalt, ezt a Kék tenger vizén, ott Rönészámot, vagy például, amikor már nem énekelt a Mikes Éva, és én azt mondtam az Évának, Éva, mondom, nem akarok meghalni úgy, hogy ne legyen egy felvételem a te hangoddal is, és akkor odaadtam ezt a harangszó az esti szélben, azt, amit még elénekelt, és akkor lehetett volna egy újabb karrierje, de utána meghalt. Ugyanez volt a Szécsi Pali. Elénekelte a Viva Espanyát, és aztán nem volt több. Hát igen. Vagy a Máté Péter, hát az is egy milyen, ez majdnem szerelem volt című dallal, a szívében lottam magam, aztán csináltam még az őt, a Georgiát, ki tudja miért, összesen csak 8 dalt neki, de az is kincs, hogy van. Ezek ma is hallhatóak. Ezek mind. Folyamatosan. Vagy például egy évvel alattam járt a Latinovics Zoltán iskolába, tehát ismertem gyerekkora óta, és a Latinovics egyetlen táncdal sanzon felvétele, a Szívemmel látlak téged, az is megszületett így. Mert amikor Latinovicsot megkörnyékezte, a Pályi András volt a sanzon részleg vezetője, Latinovics nem, húzta magát, nem, én színész vagyok, én nem akarok énekelni. Azt mondja, na jó, ha ráveszitek Bradány Ivánt, hogy írjon egy szöveget nekem, akkor miatta eléneklem, és akkor, megcsináltam, és elénekeltem, vagy hasonló helyzet volt például, úgy kaptam meg Törőcsik Marit, hogy a Mári Jenő, a meteorológus volt a Pasztomszédom öccse, a Már Gyula volt a Marinak a férje, amíg élt szegény. És emlékszel, az utolsó, egy éve sincs még. Ott ültem a Mari mellett, a te kérésedre, hogy vigyázzak rá. Így van, Pepita díjat adom. Ugye? Nem, és remélem az idén is lesz az ilyesmi. Hát te biztos sok lesz, reméljük ő is. Reméljük, hogy ő, és akkor megint segítek neki, ha kell. És akkor még élt a Gyula, pénteki nap volt, és pont rá egy héten pénteken halt meg, és a Mari mindig azt mondta nekem, mikor jövök én, mikor, mondom, Mari, mondom, biztos te vagy a főhőse a mai estének, mondom, a végén veled fejezik be, és úgy is lett, és akkor olyan boldog volt, jöttek az ajándékok sorba, több ember hozta karjamban, sorba, ez mind nekem van, úgyhogy igen, alig fért el a taxiban, az a felélem. Utolsó kérdésre maradt csak időn, kíván vecs.
Most 2014-ben milyen egy szövegíró helyzete Magyarországon? Nyilván átalakult az egész zenei szakma, minden folyamatosan változik. Hogy éled ezeket te meg? Hát tulajdonképpen az utolsó nagy sikeremet nektek köszönhetem, a Kovács Erzsi lemezt, ami még úgy földobott. De hát azóta az ember írja a dalokat, és azt mondta a Bágyi András egyszer, hogy ha megész egy dalszöveget, ne azon tűnődj, hogy mennyit fogsz keresni vele, tedd fel magadnak az őszinte kérdés, hogy te magad meg vagy elégedve. Én meg vagyok elégedve, mert most is a szakmába mondjuk kiszorítottak a perifériára. Egy hatalmas rács van ott. Én azt gondolom, hogy téged nem lehet kiszorítani, mert annyi szerzeményed fut azért a mai napig is. De egy hatalmas rács van a periférián. Tudod, hogy engem miért nem lehet kiszorítani? Mert én még mindig belülről kapaszkodom. Legyen ez a végszó. Legyen ez a végszó, ennél jobb mondatot úgy se tudnánk mondani. Hát Iván, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. És főleg annak, hogy mikor az ember nincs felkészülve, akkor is, hogy árad belőle a szó. De most különben verseket írok, most csinálnak velem egy verses műsort a rádióba, hogy a verseimből felolvasok dolgokat. Én azt mondom, hogy sok sikert. Így tovább mindebbe az első 85-be. De, ami pedig már ezt is veszi még a rádió? Még ezt is, ez a búcsúszavakat? Így van. Szóval mindenképpen boldog vagyok, hogy élek, megköszönöm a Jóistennek, a sorsomnak, hogy egészséges vagyok, mert ez a legfontosabb, nem? Így van, maradj is sokáig az. Hát nem tervezem a korai halálomat, tudod miért nem? Arról már régen lekéste. Köszönjük, Iván, itt voltál velünk, köszönjük a kedves hallgatóinknak, hogy meghallgattak, és akkor az előbb említett Latinovics Zoltán a Szívemmel láttak című számmal búcsúzunk, illetve Stankai István is énekel még nekünk a viszonthallásra. Öt perc, amíg kicsöpög a csőből. A kis kanálon leng az árnya még. Az első kortynak nincsen szárnya még, de nyelvemen már jókedvűen dőzsöl. Sok illatból, sok elfelejtett nőből most összeáll egy régi, drága kép, s a közepén, mint forró láva ég, az emlék, ami mindig benne gőzöl. Egy perc csupán, az íz már szerte áradt. Na még egy korty, már nem is vagyok fáradt. Oly jó leső, e boldog nyugalom. S már hallom azt, hogy bársonyos kolombok, holk zenék közt megtérnek a gondok, mint vándorok az esti utakon. A szívünk tükre visszatükrözi bánatunk, de fényt borít éjjelünkre, benne mindent megláthatunk. Mindent, mit egymásnak adtunk, s ami megmaradt még nekünk. Mindent, mit egymástól kaptunk, az egész életünk. Szívemmel látlak téged, a szívemmel emlékezem. A szívemmel látlak téged, ha fáradt a két szemem, úgy várom az érkezésed, mint a holdfény a csendesét. A szívemmel látlak téged,
most itt vagy, és minden oly szép. A szívemmel látlak téged, a szívemmel emlékezem. A szívemmel látlak téged, ha fáradt a két szemem. Úgy várom az érkezésed, mint a holdfény a csendesét. A szívemmel látlak téged, most itt vagy, és minden oly szép. Önök a Szószátyár című műsorunkat hallották. A mai adás elkészítésében közreműködtek Szűcs Balázs, Nagy Erzsébet Tímea, Fülöp Alexandra és Padi Géza. Reklám következik. Láng József színművész vagyok. Már 55 éve, hogy estéről estére a színpadra lépek, és már 5 éve, hogy hónapról hónapra a Pepita magazint olvasom. Pepita magazin. Film, színház és a nagyvilág. Keresse az újságárusoknál. Recept és rejtvény. Mindenkit lefőzhet. És még nyerhes is. Recept és rejtvény. Főzzön, fejtsen, nyerjen! Az autózás múltja érdekes, izgalmas rejtélyekkel és kalandokkal teli. Ön is kíváncsi rá? Veterán Garázs magazin. Nem csak szakembereknek. Keresse az újságárusoknál. Joker magazin. Férfias játékok a játékos férfiaknak. Keresd az újságárusoknál. Joker magazin. Energiaválság, dráguló élelmiszerek, a földerő forrásai rohamosan fogynak. Ezen csak mi változtathatunk. De hogyan? Hónapról hónapra megírjuk. Zen magazin. Keresse az újságárusoknál. Innenonnan.hu Közéleti portál, ahol a vélemény szabad. Innenonnan.hu Ahol a vélemény szabad. Küldd el a recepted, és keresd te is bruttó 5000 forintot. A legnépszerűbb gasztronómiai magazin, mely olvasói recepteket tartalmaz. Csak 99 forint. Megjelenik minden hónap végén. Reklámot hallottak.